Van egy harmadik kalap. Ez még nem más, mint a cég tulajdonos vállalkozó kalapja. Mint hogy láthatok, a szakértő vállalkozó a szaktudásából csinál pénzt, és szakmailag képezi magát. A működtetésből pénzt csináló vállalkozó, aki indult egy kreatívként, utálja ezt a tevékenységet. Tehát a második kalapra a cégmenedzserre jellemző az, hogy imádom a bizniszem, de utálom, ahogy csinálom. Ezért vagytok itt egyébként, csak megsugom. A csapat nagy része ezt a plafont érte el. Azon van egy cégtős vállalkozói kalap, ami ar jellemző rá, hogy a rendszer építésből csinál pénzt. Neki már van vevőszerző rendszere. Van termékfejlesztés, vagy éppen ügyfél kiszolgáló, ügyfél sikercsapata és rendszere. Van pénzügyi keszlomnyőnt rendszere, van céges operációs rendszere. Mert ha megnézitek, a szakértő vállalkozónak is van operációs rendszer. Ha ismertek ezt a számítógépes fogalmat, hogy operációs rendszer. És azt úgy hívjuk, hogy te Kft. Még a cégmenedzser vállalkozónak is te Kft-ként működik. Mert ha ő kilép a rendszerből, a cég egy darabig még működik, de utána meghal. Mert minden az ő fejébe van. Ő tud dönteni, mert nincsenek, van rendszere, de a te operációs rendszere működik. Azonban ami a cég tulajdonosra jellemző, hogy ő létrehoz egy önjáró vállalkozást, vagy egy egyre önjáróbb vállalkozást, és a rendszerépítésből, és a rendszer működtetésből csinál pénzt.